Na, sziasztok! Babetta karburátor beállítása egyszerűen, mert tulajdonképpen máshogy nem is lehet beállítani szerintem, csak egyszerűen. Van itt egy IKOV karburátor. Hát ez már csak így szemléltetésképpen van itt. Ez a karburátor már soha az életben nem fog motorra felkerülni, mert valami barom itt össze-vissza furkálta, meg tehát szét van barmolva az egész, tehát ez csak szemléltetésképpen van most itt. Ugye az üzemanyag szint beállításához kaptunk gyárilag egy ábrát, ami így néz ki, és hát ugye itt az a lényeg, hogy ugye fejjel lefele van fordítva a karburátor, így, hát ugye ez a teljesen elzárt állapot. A lényeg a következő, a fúvóka tartó, tehát a főfúvóka síkja egy síkban van az úszók aljával. Tehát ugye ott kell elzárjon az úszó. Ennyi a titok. Én mindig tűszeleppel együtt szoktam cserélni az úszót, mivel ha az úszó megérett már a cserére, akkor valószínűleg a tűszelep sincs sokkal jobb állapotban, úgyhogy érdemes ezzel együtt kicserélni, mert nem mindig az úszó a hibás azért, hogyha folyik orrán száján a motornak a benzin. Van úgy, hogy ez a tűszelep nem zár el rendesen, és ereszti a benzin, tehát az úszó nem tudja rendesen elzárni. Illetve, amit még szeretnék megemlíteni, az az, hogy abba a furatba, ahol a tűszelep van, ott az aljába van egy tömítés, ezt én már itt kibányáztam előre, ez egy ilyen, hát egy ilyen kringelit-szerű anyag, amit szerintem az emberek 99,9%-a még soha az életben nem cserélt ki, pedig ezek a tömítések már szerintem megérettek a cserére, lévén, hogy gyári tömítésekről van szó. Hát igen, csak 40 év körül van a koruk. A baj az az, hogy ilyen tömítést már nem fogsz kapni ilyen anyagból, viszont lehet kapni ilyen pici gumitömítést. Ez Babetta tűszelep tömítés, gumiból van. Hát, hogy lesz-e annyira tartós, mint a gyári, azt kétlem, de minden esetre nem fogja átereszteni az üzemanyagot. Szóval ezt a kis gumit oda betesszük a helyére, és ezt nem fogom betenni, mert nem ebbe a karburátorba vettem. Beletesszük a szép kis vadi új csili-vili tűszelepünket, egy hetes csőkulcssal szépen meghúzzuk, úgy helyére rakjuk az úszót. Úgy, ugye arra vigyázzunk, hogy az a kis U alakú kis tift az legyen, tehát akasszuk bele ide az úszó szárába. Ugye ez a stift mozgatja a tűszelepet. Aztán rögzítjük az úszót. Ez a saját rögzítő tűje, ez is egy Simpsonnak a rögzítő tűje. De hát mondom, ez csak így szemléltetésképpen van most itt. Ugye ez a teljesen elzárt állapot, itt kell teljesen elzárjon az úszónak, illetve a tűszelepnek. Ilyenkor az a lényeg, mint ahogy az ábra is mutatja,
hogy a fúvóka, tartó és az úszó alja az egy vonalba legyenek, egy síkba. Kicsavarjuk a fúvókát. És egy akármilyen egyenes tárgya, én ezt a tolómérőt szoktam használni, ezt oda ráfektetjük, és ha azt látjuk, hogy egy síkba van az egész, akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy be van állítva a porlasztó. Ha nem így van, akkor elkezdhetjük szépen óvatosan, hangsúlyozom, óvatosan kézzel szépen oda hajlítgatni az úszót. Arra kell nagyon vigyázni, hogy a hordók mindig párhuzamosak maradjanak, tehát hogy ne legyen össze-vissza eldőlve az úszó, mert itt a porlasztóház szélénél nagyon kevés hely van a mozgáshoz, és akadálytalanul tudjon mozogni fölle az úszó. Úgy. Hát nagyjából ennyi lenne a történet. Nem egy nagy ördöngösség szerintem, és mondom, én mindig tűszeleppel és tömítéssel együtt szoktam cserélni az úszót, és így tuti, hogy nem fogja eregetni órán száján a naftát. Úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!